Sziasztok! Farkasinszki Ildikó vagyok, amint megette konyhájából. Ez itt a sütisuli. Ma puncstortát fogunk sütni. Ez egy ikonikus édesség, nagyon-nagyon sokan szeretjük, többek között én is. Több buktatója is van, a legnehezebb része tulajdonképpen a puncstorta bevonása. A többi az viszonylag egyszerű, kell sütnünk egy piskótát hozzá, aminek a közepét szépen kiváljuk majd, és a kivált piskótát mindenféle más egyéb finomságokkal meg fogjuk tölteni ezt a tortát. Ez egy nagyon-nagyon finom töltelék, ilyen rumos ízvilággal, és a végén pedig be fogjuk vonni fondánnal. Ugye a fondánról azt kell tudni, hogy az nem a fondant, mert a fondant az egy nyújtható tortaburkolat, a fondán pedig felolvasztva, ráöntve a tortára, vagy minyonoknál például mártani szoktuk a fondánba, és hát elég bonyolult az elkészítése. Úgyhogy ezt ebben a videóban én most nem is fogom bemutatni, ez egy külön videó témája lesz majd. Úgyhogy én azt javaslom, hogy a fondánt szerezzétek be készen, mindenféle sütésboltokban, desszertes boltokban ezt meg tudjátok vásárolni, és akkor már csak le kell önteni vele a puncstortánkat. Úgyhogy akkor kezdjük azzal, hogy most megsütjük a piskótát. Egy egészen egyszerű 4 tojásos piskótát készítünk, amihez kell ugye 4 tojás, 4 evőkanál liszt és 4 evőkanál cukor, meg egy pici só. A tojásokat ketté választjuk, fontos, hogy nem verem annyira keményre a tojáshabot, mint régen tanultuk ugye nagymamáinktól, hogy így felfordítom a tálat és nem esik a fejemre, hanem csak annyira keményre, hogy legyen állaga, de még azért egy picit hát képlékeny maradjon, ugyanis hogyha túl keményre verem a tojásfehérjét, akkor sülés közben a buborékok ki fognak pukkanni a tésztában, és ez lehet az egyik oka annak, hogy összeesik a piskóta tésztánk. De majd mutatom, hogy milyennek kell lenni az állagnak. Tehát az összes cukrot bele a tojásfehérjébe, és akkor most először ezt jól kihabosítom. Hát körülbelül ennek az állagnak kell lennie a tojásfehérjének, tehát még folyik, de azért már gyönyörű habos. És egy picit most fölhabosítom a tojássárgákat is. Összekeverem, teljesen mindegy, hogy melyiket melyikbe adom. Én most a sárgáját fogom a fehérjébe tenni, azért mert a fehérjéstál nagyobb. És egy nagyon laza mozdulattal, tehát beleállítom a spatulát a tojásfehérje közepébe, és elkezdem fellemozgatni, miközben a tálat forgatom. Ezzel a laza mozdulattal tudom azt elérni, hogy nem törik össze a tojásfehérje, viszont alaposan el fog benne keveredni a sárgája. És ezt addig csinálom, ameddig egy egynemű, szép sárga színű masszát kapok. És most az összes lisztet beleszitálom ebbe a masszába, ugyanis a másik titka a piskóta tészta készítésének, hogy jó sok levegőt dolgozzunk bele a masszába, úgyhogy a liszt átszitálása segít ebben. Előtte azonban egy pici sót elkevertem a lisztbe, ugyanis már ezt is nagyon sokszor mondtam, hogy minden édeshez kell egy pici só, hogy kiemelje az ízt. És amit szintén nem győzök elégszer hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy a piskóta ne essen össze, nagyon fontos, hogy a torta karika szélét egyáltalán semmilyen zsiradékkal nem szabad bekelni. Tehát se vaj, se olaj, se sütőspré nem kell hozzá, mert hogyha bekennénk zsiradékkal a torta karika falát, akkor azon lecsúszna a tészta. Ahhoz, hogy szépen megkapaszkodjon a tésztánk, így fölhúzogatom körben a torta karika falára, egészen a forma széléig, a közepét pedig elegyengetem. Így ehhez fog majd a közepén is szépen följönni a tészta. A picit még az alját is meg szoktam ütögetni, hogy a fölösleges levegő buborékokat kiütögessen, és akkor így mehet be a sütőbe, 170 fokra, körülbelül 25-30 perc alatt megsül. Amíg sül a piskóta, elkészítem a puncstortához, a töltelékhez a krémet. Ehhez egy tojást porcukorral habosra keverek. Hozzáöntök 1 deciliter kávét.
és körülbelül olyan 2 evőkanálnyi kakaóport. És ezzel is simára keverem, majd nagyon alacsony hőfokon, csak éppen addig melegítem, hogy olyan csípős legyen, tehát hogyha az ujjamat beledugom, akkor csípje, tehát nem kell fölforralni ezt a keveréket, tulajdonképpen egy ilyen kávés angol krémet készítek. Közben folyamatosan kevergetem a masszát, mert a tojás nagyon könnyen kicsapódik, összeugrik, és akkor egy kávés tojásrántottám lenne, ezt semmiképpen nem szeretném, úgyhogy folyamatosan kevergetem, miközben felmelegítem a folyadékot. És egy picit hagyom, hogy olyan szobahőmérsékletűre hűljön, és akkor fogom belekeverni kis adagokban a vajat. Ez lesz tulajdonképpen a puncstorta töltelékének az alapja. És hozzákockázom a vajat. És ezzel is elkeverem, hogy a vaj elolvadjon benne. Ha elolvadt a vaj a krémben, akkor hozzáadom az előzetesen rumba áztatott mazsolát. A rumot, azt leöntöm róla abba a tejbe, amiben bele potyogtattam pár csepp piros ételfestéket, ebbe fogom majd a babapiskótákat beleáztatni, meg hát persze azért a rum is ad neki egy jó kis ízt, csak nagyjából lecsepegtetem, nem baj, hogyha marad egy kis lé rajta, és ez is megy a masszába. Kisült és ki is hűlt a piskótalap, látjátok, elég szép magas lett, úgyhogy most fölvágom, körülbelül egy olyan 1 centi vastagságú karimát vágok le a tetejéről, és most jön az a rész, hogy a piskóta belsejét is kivágjuk, körülbelül úgy, hogy itt is egy olyan 1 centis oldal perem maradjon, szépen ki tudjuk csipkedni belőle a közepét, és ez már is mehet bele ebbe a kávés vajas masszába. Egy kicsit összekeverem, hogy jól megszívják magukat a piskóta darabkák. Innentől kezdve mindenkinek az ízlésére van bízva, hogy mit tesz még bele ebbe a töltelékbe. Van, aki darált diót, vagy darabos diót is szokott. Én most nagyobb darabokra vágott étcsokoládét teszek még bele. Ezzel is elkeverem. És baba piskóta darabokat, amiket előzetesen beleáztatok ebbe a rumos rózsaszín tejbe. Tehát egy kicsit megforgatom, hogy valamennyire megszívja magát, ettől lesz majd ilyen rózsaszínes a színe, és nagyobb darabokra törve ez is megy a masszába. És ezt is elkeverem, hogy jól felszívja. Ha elkészültem a töltelékkel, akkor egy picit megkenem a torta belsejét is, a piskótát is, az oldalát is baracklekvárral, éppen csak vékonyan, hogy ne szívja meg majd magát ezzel a nedves töltelékkel, illetve majd a bevonás előtt a külsejét is be fogom kenni. Előtte jól kikevertem a baracklekvárt, hogy könnyebben tudjak vele dolgozni. Megkönnyíti a dolgunkat, hogyha a tortakarikát ilyenkor visszatesszük a piskóta köré. Ez majd jól össze fogja tudni fogni a tölteléket, és nem fog nekünk szétfolyni, mert ezt a rengeteg anyagot most mind bele kellene ide pakolni. És úgy ítélem meg, hogy több már nem fér bele, de azt se akarom, hogy az egész csak egy massza legyen, akkor a tetejét szépen elegyengetem, és ráteszem a piskóta karikát, amit szintén megkenek előtte baracklekvárral. Ráfordítom, jó alaposan lenyomkodom, van, aki ilyenkor még egy súlyt is rak rá, és legalább 2 órára hűtőbe teszem, mielőtt bevonnám a fondánnal. Kihűlt a torta, és felolvasztottam gőz fölött a fondánt. Ilyen szépen szalagosan folyik le. Úgyhogy most jön a puncstorta készítés legnehezebb része, a bevonás. Először is fogjuk a kis tortánkat, és fejjel lefelé egy rácsra fordítjuk. Azért fejjel lefelé, mert így biztos, hogy egyenes lesz a torta teteje, hiszen ugye az addig ezen a kis torta alapon nyugodott, tehát szép, sima felülete keletkezett.
Ugye emlékeztek rá, hogy bekentem a piskótát belülről baracklekvárral, úgyhogy most a külsejét is bekenem azért, hogy ez a forró fondán, amikor ráöntöm a piskótára, akkor ne szívja be a tészta ezt a sűrű cukros folyadékot, hanem ez a kis lekvár, ez egy ilyen szigetelő réteget képez rajta. Nagyon vékonyan, tehát nem kell vastagon, éppen csak, hogy minden üve jusson a tetejére, és az oldalára is, hiszen az oldalát is be fogjuk vonni. Itt ott kikandikál a töltelék, az nem baj. A fondán úgyis szépen be fogja vonni mindenütt. Elkezdem ráönteni a szélére is, hogy folyjon mindenütt le. Gyorsan kell dolgozni, mert ez nagyon gyorsan köt. Közben figyelem, hogy van-e még valahol, ahol kimaradt, és nem fette be a fondán. A maradékot pedig beteszem egy habzsákba. Óvatosan, de gyorsan kell dolgozni, mert forró is, meg gyorsan köt is. Pici lukat vágok az acskón. De nagyon gyorsan megköt ez a cukros massza, úgyhogy tényleg érdemes gyorsan dolgozni. Hagyjuk pihenni, érdemes igazából egy egész éjszakán át a hűtőben hagyni, hogy egyrészt az ízek összeérjenek, másrészt az állaga is jól kifagyjon a tölteléknek. Nálam a puncstorta mindig gyerekkori emlékeket idéz. Gyerekkoromban ugyanis nagyon szerettem a puncsos minyont is és a puncstortát is, ezért ma is szívesen készítem el. Az egyetlen nehézsége tulajdonképpen a bevonás, ahol nagyon gyorsan kell dolgozni, hiszen láttátok, gyorsan köt a fondan, de egy kis gyakorlással ez is menni fog. Úgyhogy én azt javaslom, bátran fogjatok hozzá, készítsétek el, jó étvágyat hozzá!